Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a képernyőn a helyzet a következő. Ketten várnak két perc, hárman várnak két perces hozzászólásra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, heten pedig 6 perces időkeret. Megadom a szót Tóbiás József képviselő úrnak, MSZP, 2 percben. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Ugye egy zárószavazás előtti módosítóról van szó, és amíg Bencsik államtitkár úr meg nem szólalt addig, azt gondolom, ebben a teremben nagyon kevesen tudták, hogy miről is van szó. Legkevésbé a Fidesz képviselőcsoportjából vagy a KDNP-ből tudhatták, mert ők maguk sem ismerték a javaslatot. Tehát álságos az a magatartás, hogy jelen pillanatban a kormányzó többség úgy fogalmaz, hogy a cél mindenféleképpen szentesíti az eszközt. Szeretném mondani, hogy ez nincs így. Nem, így van, miniszterelnök úr. Nem minden cél és nem minden eszköz. Az elmúlt egy éve más se tettek, mint hogy olyan célokért, amely csak önöknek volt fontos, képesek voltak házszabálytól való eltéréssel módosításokat eszközölni, úgy a ház elé hozni alkotmánymódosításokat, hogy egy nap alatt meg is oldották az általános részletes vitát, majd a zárószavazását is. Szeretném megkérdezni, hogy államtitkár úr, nem érzi-e visszásnak azt, hogy nagyon-nagyon dörgedelmesen, tartalmilag amúgy még a mi pacsorunkban is pozitívumot kiváltó mondatai egy olyan zárószavazásban módosítóként kerül be, aminek semmi köze nincs ahhoz, amiről ön beszél? Hogy nem lehetett lefolytatni ebben a házban nem a Szijjártó Péter 2 millió forintos bérplafonja kapcsán, hanem a valóságra, amit ön felvetett. Nem lehetett volna lefolytatni egy épeszű, józan vitát, és akkor valószínűleg nem arról folytatnánk ma, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Nem igazolja az ön állítását mindaz. Ez a eljárásmód nem igazolja. A tartalom lehet, de az eljárás nem igazolja, hogy önök jó szándékok akarnak cselekedni. Mert ha jó szándék vezette volna önöket, ha a kormányzat ezt látta volna, és tudja, hogy július 1-től neki mit kell tennie, akkor vélhetőleg van eszközük arra, hogy a házbizottságon házszabálytól eltéréssel kérjék, és akár egy hét alatt van ebből törvény. Így viszont ez az eljárás és ennek a tartalma nem felel meg annak, amit mi tudunk támogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 2 percre Simonka György képviselő urat, Fidesz illeti a szó. Igen. Akkor megadom a szót Balczó Zoltán képviselő úrnak. Köszönöm a szót. 2 percre. Részben azt erősíteném meg, amit Tóbiás képviselő mondott, de talán a Jobbik példáját és konstruktív együttműködését felellenítve talán még elegánsabb, egyszerűbb megoldás lett volna. Hiszen, ha azt mondják önök, tényleg a Kártól nagyon sokat beszéltünk, és van, amikor kétszer ad, aki gyorsan ad, volt olyanra példa, önálló javaslatként, házszabálytól eltéréssel mindent meg lehet oldani, de akkor külön önállóan ez kerül be, fölhívja a figyelmet erre. Ennek a házszabálytól eltérésnek van egy kialakult általános részletes vitája a parlamentben, ahol azért van egy világos expozé, ahol másképp lehet rákészülni, és valóban ilyen fontos ügyekben volt rá példa, hogy a Jobbik is azt mondta, támogatjuk, oldjuk meg egy nap alatt, de akkor mégis más keretek között, és nem csak a szabályról van szó, a házszabálytól eltérés a szabályok betartásának speciális formája, hanem érdemben az államtitkáról is egy expozéval indít, tehát olyan keretek között tárgyaljuk, akár a mai napon, ami sokkal inkább megfelel annak, ami egy parlamenti eljárás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 6 perces időkeretben Kósa Lajos képviselőket illeti a szó. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Az a helyzet, hogy Magyarországon durván 1,8 millió olyan polgár van, aki távfűtéses lakásban lakik. Ez durván 600 ezer háztartás, és hogyha most ezt a törvényt nem tudjuk elfogadni, akkor július 1-től az összes olyan önkormányzatban, ahol távfűtéses lakások vannak, arra kell felkészülni, hogy 40%-kal meg kell emelni a távfő árát. Nyilvánvaló, hogy azt a kérdést, nyilvánvaló, hogy azt a kérdést természetesen fel kell tenni, és fontos megvitatni, hogy
ha volt lehetőség bármilyen arra, hogy ezt a 40%-os távfőáremelést elkerüljük, akkor megtettük-e azt ennek a mintegy 1,8 millió embernek az érdekében, hogy ezt elkerüljük, vagy jogosan hivatkozhatunk házszabályra és minden olyan eljárási technikai problémára, ami persze az 1,8 millió embert nem foglalkoztatja különösen, amikor a 40%-kal magasabb távfőár számlát megkapja. Ellenben gondolom nem szükséges senkinek sem nagyon nagy fantázia ahhoz, hogyha az őszi önkormányzati 40%-os távfőáremelés bekövetkezik, akkor mit hallgattunk volna az ellenzéktől a parlamentben. Ebben az esetben tehát teljesen nyilvánvaló, hogy reménytelen, miután 15-ig ennek a törvénynek nem csak meg kellene, hanem ki kell hirdetni és be is kell jelentkezni az energiahivatalnál a szolgáltatóknak, tehát reménytelen, nem volt, nincs olyan eljárása a házszabálynak, amikor ez kialakult, hogy ezt meg tudtuk volna tenni. Önöknek egyébként igaza van, az eljárási problémákat nem menti az, hogy most számtalan példát lehetne idézni azzal kapcsolatban, hogy önök is hasonló eszközökkel hogy éltek. Én mégis azt szeretném kérni annak az 1,8 millió embernek a nevében, akiket ez nagyon-nagyon súlyosan érintene, hogy támogassák ezt a javaslatot, mondják el természetesen, hogy eljárási kifogásaik jogosak lehetnek, hogy adott esetben ez az eljárás nem elegáns, és hogy nem lenne baj, ha a magyar parlament egyébként ezeknek a problémáknak az elkerülésére, akár a házszabály megfelelő módosításával kitalálna olyan eljárást, ami most nincs. És akkor majd arról tudunk vitatkozni, hogy ilyen rendkívüli helyzetekben mi a teendő, de ne haragudjanak, a polgármester kollégáim majd kérdezzék meg egyébként mondjuk az önök pártársait, hogy mit választanának egy jogi szempontból teljesen strikt eljárás 40%-os távfőáremeléssel, vagy egy jogi szempontból kifogásolt eljárást, de egyébként van esély arra, hogy azok az emberek, akik már most is rendkívül nehezen fizetik a távfőszolgáltatás árát, ne fizessenek 40%-kal többet. Nagy dilemma ez. Én mégis arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. Az elegancia nagyon fontos, de az elegancián túlmenően mégiscsak azért kell, hogy gondolkodjunk közösen, hogy ennek a 600 ezer távfővel rendelkező fogyasztói helynek, lakásnak a problémáját, vagy fogyasztói helynek a problémát is megoldjuk. Ráadásul, kedves képviselőtársaim, akkor, amikor ez az egész helyzet elindult, az úgynevezett kapcsolt áramtermelő ár rendszerrel, ezzel az ominózus kártos rendszerrel, akkor azt a helyzetet alakítottuk, és ebben nem a Fidesz a felelős, hogy az elmúlt időszakban durván az MVM potenciális bevételéből áttoltunk 200 milliárd forintnyi pénzt mindenfajta olyan energetikai vállalkozásnak, amelyek egyébként energetikai szempontból rendkívül vitatható eredményt érnek el, mert persze a zöld energiatermelésben én is támogatnám egyébként a parlamenti képviselőtársaimat, de azt ne nevezzék zöld energiatermelésnek, meg megújulónak, hogy felállítottak 162 ilyen gépet, erőművi gépet, és ebből egyébként 100-nak semmi köze nincsen a megújuló energiaforrásokhoz, mert földgáz, primér földgázt állít elő, energetikai szempontból katasztrofális gázmotorokat, egy időben, amikor ez a rendszer tombolt, akkor eldobtunk egy követ, 10-esetből 6-szor gázmotoros vállalkozót talált el a parlament környékén, mert mindenki rárabolt erre a végtelenül igazságtalan és ronc rendszerre. Tehát kétfajta oldalról is szorít a cipő, ádegy, ez a kártrendszer rossz. Az MVM-ből, a közös vagyomból szivattyúzza át a pénzt eddig 200 milliárd forintot összességében, és ez nem is összehasonlít áron, hanem nominálisan a magánvállalkozásoknak. Lehet ezt csinálni, de akkor miért asszisztálunk ahhoz, hogy továbbra is kifosszuk a magyar állam vagyonát ezzel az üggyel? Ráadásul szeretnénk közvetlenül a fogyasztókat elérni ezzel a támogatással, mert a másik a gázmotoros vállalkozóknak a zsebébe juttatta a támogatást. Én azt szeretném kérni tehát összességében, kedves képviselőtársak, hogy támogassák ezt a módosítást, elegancia ide vagy oda, és hogyha majd
valóban akarunk megoldást találni, és nem csak a kifogásokat, akkor egy házszabály vitában pedig teremtsük meg azt a lehetőséget, hogy ilyen helyzetekben a magyar parlament keze ne legyen megkötve. Ha, még akkor is, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy igen, de a kormány is jobban ütemezhetné a dolgát, hogy a parlament is előrehozhatná, vagy miért ne csinálnánk azt, hogy a parlament 7 nappal átéve ülésezik. Én kérném önöket, hogy támogassák most ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, Tóbiás József képviselő úr, ügyvendi kérdésben kér szót. Egy perc a javaslat, kettő az indoklás. Köszönöm a szót, elnök úr. Frakció nevében azt szeretném javasolni, hogy a gazdasági bizottság tárgyalja meg most ezt a benyújtott módosítóindítványt, hiszen a parlament elé kerülését jelen pillanatban csak az Alkotmányügyi Bizottság tudhatja magáinak, és mind Bencsik államtitkár úr, mind pedig Kósa Lajos képviselő társamnak a felvetése látható módon, hogy teljes mértékben már a valóság felé irányította a mai vitát. Ez viszont azt jelzi, hogy a gazdasági bizottságnak is meg kell ezt tárgyalnia. Kettő pedig tárgyalási szünetet szeretnék kérni, hogy a frakció álláspontját ki tudja alakítani, hiszen az egy órás kezdés előtt egy óra volt összesen, hogy megismerhettük ezt a zárószavazás előtti módosító indítványt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mennyi időt kér tárgyalási szünetet? Házszabály szerint meg kell adnom. Fél órát kérek szépen. Fél órát. Akkor tisztelt Országgyűlés, 20 óra 53-kor folytatjuk a munkánkat. Igen, tessék, ügyrend. Rogán Antal képviselő úr. Minden frakció hozzászólt az ügyvendi javaslatot, gyerekek. Minden frakció hozzászólhat, megadom elsőként Rogán Antal képviselő úrnak, aki a Fidesz nevében kíván hozzászólni. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy tekintettel arra, hogy itt, ha jól értettem, az ügyrendi kifogások egy tetemes rész arra is irányult, hogy a szakbizottságnak nem volt ideje és módja megtárgyalni ezt a javaslatot. Ezért arra szeretném kérni a gazdasági bizottság tagjait, hogy a szünet időtartama alatt fáradjanak a gazdasági bizottság ülés termében, mert mint elnök haladéktalanul összehívom a bizottság ülését. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy más hozzászólás van-e? Nincsen, akkor fél órás tárgyalási szünetet rendelek el.